Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora a február 22-én szerdán. Marad az újépítésű házaknak kivetett kedvezményes áfa, viszont továbbra is égben az építőanyag költségek. Milyen lesz az építőipar 2023-as éve vármegyékben? Erről is beszélgetünk ma. Tartsanak velünk! Elfogadták, Vásároslemény közgyűlése is döntött a 2023-as büdzséről. Fejlesztés, bővül az ipari park Nagykállóban. Építőipar, milyen évre számít idén a szakmai szervezet? Hétfői adásunkban beszámoltunk a 35 percben arról, hogy milyen forrásokból és milyen célok mentén tervezi a 2023-as évet Nyíregyháza és Mátészalka. Most Vásárosnamény kerül a terítékre, hiszen a Berek fővárosában is elfogadták az idei költségvetést. Vendégem Filip Sándor polgármester, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ilyenkor a polgármester egy kicsit megnyugszik, könnyebb lesz a szíve, a vérkeringés, amikor a képviselőtestület elfogadja a költségvetést, vagy a java majd csak most jön, hogy vajon tartatóak lesznek-e azok a célok és számok, amelyeket megterveznek így februárban. Igen, ugye vegyes érzéseim vannak, hiszen tavaly ilyenkor is egész nyugodtak voltunk, aztán néhány nappal, így évvel ezelőtt kitört a háború a szomszédunkban. Megnyugodtunk valóban, mert láttuk már év végén, hogy sikerül 2023-ra is egy olyan költségvetés összeállítanunk, amely tükrében óvatos, odafigyelő, körültekintő gazdálkodással semmiképpen sem kell olyan durva szigorításokat bevezetnünk, mint amelyekre gondoltunk novemberben, decemberben, mert akkor attól tartottunk, hogy az energiaárak ilyen formában történő elszabadulása lehetetlen terhek és lehetetlen dolgok elé állít bennünket. Aztán jött évvégén egy kis kormányzati segítség is, melynek tükrében ilyen 79 millió forintos normatíva fölötti támogatást kaptunk. Mi az egyetlen dolog miatt aggódtunk nagyon, ez a közvilágítási számláknak a növekedése, mi hirtelen ez nagyon megugrott, hiszen az 1,8 millió forintos havi számlánk volt olyan időszak, amikor 6,7 millió forintra ugrott fel, aztán az elmúlt testületülésen sikerült egy olyan közbeszerzés felé elmennünk, ahol ilyen bruttó 103 forintos árban sikerült megállapodni kilovattóránként, úgyhogy ennek tükrében is, ezt megelőzően persze már 14-én, február 14-én a képviselőtestület egyhangú igennel elfogadta a költségvetési rendelet tervezetünket is, ezáltal meglett a 2023-as költségvetésünk, és az is fontos, hogy a bizottsági ülések is, hiszen városunkban 4 bizottság látja a munkáját a testületi ülések előtt, ők is egyhangulag támogatták a rendelettervezetet, amely kapcsán láttuk azt, hogy a kiadási főszegünk 5 milliárd fölötti. Ez azért is ekkora, hiszen ebben a felhalmozási rész is majdnem 2,4 milliárd forint, és a működésre is egy olyan 2,7-2,8 milliárd forintos nagyságrendben tettünk javaslatot, és ez így össze is állt, és azt is láttuk, hogy az általános tartalék is fontos, ami egy olyan biztonságos működésre adhat okot, amely mintegy 360-380 millió forintos nagyságrendű, ami egy olyan lehetőséget ad, hogyha óvatosan odafigyelve gazdálkodunk, és nem üt be semmilyen olyan váratlan esemény, akkor ez az év is veszélyesnek ígérkezik, és veszélyesnek látszik, de stabilan gazdálkodva, odafigyelve a számainkra, és odafigyelve persze az intézmények működésére, akkor nem okozhat problémát. Akkor ez azt jelenti, hogy az intézmények tudnak működni, és az ott dolgozók között sem kell elbocsátásokkal senkinek sem szembenézni, tehát úgy megy, ahogy a tavalyi évben is. Így van. Azt látjuk, hogy ha esetleg az önkormányzatnál vagy a közös önkormányzat hivatalnál létszámüresedés van, tehát valaki elmegy nyugdíjba, most óvatosak vagyunk, nem ugrunk azonnal és nem hirdetjük meg azonnal az állást, de azt is látjuk, hogy a város gazdasága megélénkült az elmúlt években. Nyilván ebben óriási szerepe van is, ha a szomorú eseményeket említettem az elején az ukrán-orosz háborúnak, akkor ha visszamegyünk 2014-ig, akkor az első ukrán-orosz háború kapcsán a Swisscrono visszatelepülése a városunkba egy olyan lökést adott a gazdaságnak, amely kapcsán az iparizési adónk jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. Azt is látjuk, hogy még 5-6 évvel ezelőtt az adóerőképességünk 21 ezer forint körüli volt lakosonként, most ez fölment már 63-64 ezer forintra lakosonként, és ez azt is lehetővé tette, hogy
Az elmúlt évben az iparüzési adó mértékét 2%-ról csökkentettük 1,8%-ra, ezt két évig próbáljuk tartani, majd az azt követő két évben 1,7%-osra mérsékeljük, és az ötödik évben pedig leszeretnénk menni teljesen 1,5%-ra. Érdekes, hogy ez valójában csökkenő mérték, és mégis a bevételek növekedését okozta. Látjuk azt, hogy a kis és középvállalkozások, a működő gyárak megerősödtek, és a nehézségek ellenére is, hiszen azért a Covid-on túl, a háború szomszédságában, a különböző válságok közepette is, a gazdaság erősödni látszik városunkban, és ez egy stabil gazdálkodásnak ad lehetőséget. Ritkán hallani azért ilyesmit, hogy önkéntesen csökkentik az iparüzési adó mértékét egy településen. Ez részben azért van, hogy a már bent lévő helyi vállalkozásoknak könnyebb legyen, vagy inkább azt szeretnék, hogyha még több betelepülne? Nagyon jó a kérdés, mindkettőt szeretnénk, tehát ha valaki látja azt, hogy Vásárosnaményban megélénkült a gazdaság, és érdemes itt vállalkozást kezdeni, akkor mindenképpen várjuk a ide szándékozókat, de azt is látjuk, hogy akik hatékonyan gazdálkodtak az elmúlt években, azok megérdemlik azt, hogy a terheikből a nehéz időszakban azért csökkentsen a város, pláne úgy, hogy a megélhetését és a mindennapjait ez nem veszélyezteti. Kiadási oldalon nyilván kell a működtetésre nagyon sok forint, de kell ugye a fejlesztésekre, és ebben most hogy áll Vásárosnaményi? Szerencsére az elmúlt esztendő végén a TOP plusz forrásokra sikeresen pályáztunk, három területen is, így a kék-zöld infrastruktúrában a város teljes egésze ismét megújulhat, aztán a turisztikai vonalunkat is tudjuk erősíteni turisztikai fejlesztésekkel Gergely-ugornyán, illetve a egyik tagintézményünk, a Ötvös József Általános Iskola Petőfi tagintézménye Gergely-ugornyán egy energetikai korszerűsítésen esik majd át, és ennek tükrében már csak egy olyan oktatási intézményünk lesz, amely nem újul meg, de arra is oda fogunk figyelni a jövőben. Számunkra mindig is komoly kitörési pont volt a turisztika, így amikor mindenki egy kicsikét hátralépett, mi akkor előre gondolkodtunk egy dologban. Például a fürdő nem zárt be. Pontosan, tehát ez egy olyan okos húzás volt a fürdő üzemeltetője, a Vika Kft. Részéről, ezt ők javasolták, eleinte gondolkodtunk ezen, hogy jó lesz-e ez így, aztán láttuk azt, hogy igen, jó lett, hiszen amikor a Covid-ból kilábaltunk, az emberek szerettek volna kikapcsolódni, feltöltődni, és ennek tükrében változtattunk a nyitvatartáson is, tehát egy órával megnyújtottuk a nyitvatartási időt, illetve van nálunk egy hónapban, hogy éjszakai fürdőzés, ezt kettőre növelte a fürdővezetése. Ennek tükrében jelentősen növekedett a bevétele a fürdőnek, és ezt láttuk a költségvetési számainkból is, hiszen a Vitka Kft. Tavaly még 75 millió forintot kapott önkormányzatunktól a működtetésére és a működésére, most pedig már csak 55 milliót kér, tehát egy 20 millió forintot gyakorlatilag a bevételekből már oda tud átcsoportosítani. Tehát azt látjuk, hogy van mindig előre, és azt is el kell mondjam, hogy a fürdőt folyamatosan fejlesztettük saját erőből, hiszen ez még nem gyógyfürdő, bár most már megkaptuk a gyógyászatra a előttörés és a kilépés lehetőségét is. Tavaly előtt egy kis termálmedencével bővültünk, tavaly pedig egy kinti gyermekmedencével fejlesztettünk, úgyhogy látjuk azt, hogy nagyon nagy az igény, nagyon sokan szeretnének feltöltődni, kikapcsolódni, és ha még egyszer mondom, nem is nagy ez a fürdő, de kicsi, tiszta, élhető és fenntartható. Ugye mondta, hogy az általános tartalék egy biztonságot nyújt. Mi jöhet ebben az évben? Nyilván nehéz megjósolni, de esetleg az energiaárak mozdulhatnak rossz irányba, vagy mi az, amire felkészültek? Mi az, ami esetleg plusz kiadást jelenthet? Ahogy mondtam is, a közvilágítás volt az egyik nagy teher, de ezt sikerült, tehát megtalálnunk egy olyan árat, ami a 103 forintos bruttó, nyilván a 26 forintos ártól lényegesen több, de mégsem 300, és mi 200-al terveztünk, tehát itt azért vannak tartalékaink. Amitől tartunk, az a gázár, hiszen most már az elektromos áram és a gázár azért szoros összefüggésben van egymással, és a gázárakat látjuk azért, hogy nagyon hektikusan változnak, és bizony a bérlőket is időnként sújtja, hiszen nagyon sok ingatlanunk van, amelyet bérelnek vállalkozók, helyi vállalkozók is, és azért itt az energiaárak kapcsán a gázárak jelentősen megnövekedtek, hiszen épp a múlt héten volt benne nálam az egyik bérlőnk, akinek eddig 7000 forint volt a gázszámlája, most pedig 93000 forintos gázszámlát kapott, azért ez horror emelkedés, tehát oda kell figyelnünk, hogy hogyan és milyen formában tudunk rajtuk segíteni, mert azért mindenki elvárja a segítséget. És ha már segítségnél tartunk, ugye Vásárosnaményi egy speciális település, hiszen 5000 fő fölötti, de 10000 fő alatti, tehát
Tehát vannak olyan dolgok, amikben mi nem részesülünk, gondolok itt mondjuk a szociális tűzifára, ezt pedig úgy oldottuk meg, hogy a temető mellett lévő rontott erdőt termeltük ki, szakszerűen erdészeti engedéllyel, és úgy tudunk segíteni a rászorulókon, hogy aki valóban tudja igazolni, hogy a háztartásában jelenleg nincsen tüzelő, és oda közterület felé gyűrünk kimegy, ügyintéző kimegy, ellenőrzi, akkor jogosult egy köbméter fára, amit föltekézve kiszállítunk számukra. Nagyon sokan éltek már ezzel a lehetőséggel, csak ezt mindig elmondjuk, hogy ez adható, és ez nem jár, tessék jelezni, vagy kézzel inteni, és akkor az önkormányzat segít. Mondom, az is nagy segítség, hogy elszállítják, mert néha az a probléma, hogy ugye az ember megkapja, de nem tudja elszállítani, hiszen az nincs benne a támogatásban, már az állami programoknál előfordul. Így van, és ugye ilyenkor jön az, hogy mennyi minden történt az elmúlt időszakban, ugye a kormányzati segítsége, hiszen a közfoglalkoztatási programokban nem csak magában az élő munkaerővel segíti a várost a rendszer, hanem gépek, eszközök vásárlására is volt lehetőség, traktoraink, járműveink vannak, hozzáértő embereink vannak, akik a közfoglalkoztatásban hosszú ideje ott tevékenykednek már, és megbecsüljük őket, hiszen tudjuk azt, hogy számtalan olyan területe van a város üzemeltetésnek, a város működtetésének, amihez a közfoglalkoztatottainkra nagy szükség van, hiszen ők azok, akik odaügyelnek, mikor már mindenki letette a fejét és álmra hajtja a fejét, vagy reggel még éppen pihen, hogy mire fölébrednek, rend legyen, tisztaság legyen, a piac területén legyen rend, a közterek, a közutak legyenek rendben, és tényleg ez egy olyan csapatmunka, ami egy kisváros életében nélkülözhetetlen. Jó, még most február van, de lassan majd tényleg itt a tavasz, aztán pedig a nyár, kultúra, turizmus, hogyan készülnek erre a nyári időszakra? Természetesen szeretnénk megtartani a szokásos programjainkat, már készülünk ugye a nőnapra, és örömmel hallottam, hogy a Művelődési Központban egy női alkotók által kiállítási anyagból egy megnyitóra kértek föl, ez március 7-én délután történik, majd aztán jön a tavaszi zsongás, Zorán koncerttel várjuk majd a hozzánk érkezőket, aztán van még az adventtől elmaradt Berecki Zoltán koncertünk is, aztán jön a Belgengócia Fesztivál, Edda koncerttel készülünk a nyárra, sárkányhajó rócsóval, tiszaparti programokkal, családi napokkal, és úgy hiszem, hogy észre sem veszük, hiszen már február 20-át írunk, hogy szépen, csendesen elérjük majd az év felét, és akkor készítünk az adventre és a karácsonyra, de egy a lényeg, figyeljünk oda egymásra, figyeljünk, óvjuk egészségünket, mert ha egészség van, akkor minden van, és szorítunk azért, hogy minél hamarabb véget érjen ez a háború, mert nálunk ott a keleti végeken, és hadd emeljem ki mind az 5 határállomásunkat, hiszen Záhony, Barabás, Lónya, Beresurány, Tiszabecs mind-mind emberfeletti munkát végez, és hadd köszönjem meg dr. Tilke Attila országgyűlési képviselőnek azt a hozzáállását, amely kapcsán most az elmúlt héten épp a török nagykövetségen lehettünk ott együtt, és jelezhettük ki részvétünket és segítségünket, és mondhattuk el azt, hogy igen, ez a kis térség, ez a szegény térség is oda tud figyelni arra, aki bajba kerül, legyen az kárpátaljai magyar, vagy legyen az éppen Törökország. Kicsit még a gergely-ugonyai strandról, kemping lehetőségekről. Ugye minden év ilyen február-március körül kell nézni, hogy hogyan áll, mint áll, milyen a part most. Most éppen mire számítanak? Nem lehet tudni, hogy lesz-e esetleg magasabb árhullám, vagy nem lesz. Kell-e ott valamit most tenni ahhoz, hogy a nyár az jó legyen? A Tiszapartnak az a 2 hónapja, akkor lehet sikeres, ha egész évben odafigyelünk rá, hiszen nekünk van egy olyan brigádunk, akik rendszeresen ott dolgoznak lent. Tudjuk azt, hogy a Tiszapartot, gyakorlatilag azt a nyaraló területet, az ember elvette a természettől, és a természet időnként bosszút áll. Rengeteg olyan fa van a nyaralók között, amely most már túllőtte magát és veszélyessé vált. Ezek kitermelése is nagyon komoly 10 milliókat kíván a várostól, de legfontosabb az emberi élet, tehát odafigyelünk arra, hogy lehetőség szerint időben tudjuk kivágni ezeket a fákat, és megelőzni a komolyabb tragédiákat. De nagyon fontos a folyamatos lomtalanítás, odafigyelünk a Tiszapart tisztaságára, mert ez egy folyamatos munka, és az elmúlt években egy gyermekkoromra visszautaló kis emléket is föltártunk újra, ez pedig a Tiszahídtól egy gyalogút, amely levezet a Tiszapartra. Ennek tükrében a városlakók Vásárosnaimból
vagy a Gergely-Gonyai település rész is még hamarabb tudnak lejutni a Tiszapartra. Bízunk abban, hogy egy nagyon szép nyarunk lesz sok-sok programmal, és nagyon sok örömet tudunk majd szerezni mindazoknak, akik kerékpárral, vagy esetleg vízen érkeznek hozzánk, megtekintik a vadászati kiállítást, vagy eljönnek a középkori templom kútjára, esetlegesen halásznak, horgászoknak egy jót, hiszen ez a kisváros szeretettel és örömmel várja az ideérkezőket. Köszönöm szépen, polgármester, hogy vendégünk volt, tehát így legyen ez az év, ahogy most már elmondtuk együtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm szépen. Új gyárat adtak át a Nagykállói Ipari Parkban, a csaknem 1000 négyzetméteres üzemben napelem tartószerkezeteket állít elő az egyik nyíregyházi székhelyű cég. A beruházó 205 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatással összesen több mint 300 millió forintból valósította meg ezt a fejlesztést. Az új gyárban a tervek szerint áprilisban kezdődik meg a termelés. Ő ezt lecsévéli, gyakorlatilag itt lejön, ezen a hengersoron, ami még vannak egyenlátlenségek a lemezen, azt ő ki fogja egyenlíteni, és ahogy ez így szépen elindul a végéig, ott pedig már kijön a konkrét profil. Szekeres Tamás, a Kelet Solar Kft. Ügyvezetője mutatta be ennek az új gépsornak a működését. A komplex gyártósoron szelemeneket, azaz napelem tartó szerkezeteket fognak előállítani. A 13 éves nyíregyházi cég eddig is napelemek előállításával és forgalmazásával foglalkozott. A Nagykállói Ipari Parkban felépült csaknem 1000 négyzetméteres üzemnek köszönhetően azonban bővíteni tudja a gyártási kapacitását. A több mint 400 millió forintos beruházás megvalósításához a cég több mint 200 millió forintos hazai és Európai Uniós támogatást kapott. Egyértelmű célunk az, hogy tovább tudjunk növekedni, és további alkalmazottakat tudjunk foglalkoztatni. Amennyiben ezt sikerül megcsinálnunk, alapvetően mindenkinek jó lesz a cég életében, és így tudunk alapvető stabilitást adni az egész működéshez. A gyárral kapcsolatban nagyon-nagyon nehéz volt valójában ilyen rövid idő alatt ezt végigcsinálni. Ebbe a kollégák nagyon nagy segítséget nyújtottak, csak egy apróság érdekességképpen gyakorlatilag a gyárnak a használatba vételi engedélyét 12. hó második, a harmadika, talán Nóra tudna erre pontos dátumot mondani, körül indítottuk el, és úgy mentünk el december 17-én a kéthetes karácsonyi szünetre, hogy a épület rendelkezett használatba vételi engedéllyel, és a támogató szervnek leadtunk minden anyagot, ami által lezártuk 2022-ben ezt a projektet. Tehát valójában ezek küzdelmes és fáradalmas napok. A gyárat nagyságrendileg áprilisban terveink szerint el fogjuk tudni indítani. Elindul gyakorlatilag a fémek munkálása, lehet így nevezni, gyakorlatilag akár a napelem, ugye a napelem tartó szerkezet gyártás. Ezekre elindítottuk ugye a statikai terveket, hogy saját tartószerkezetet tudjunk akár tapasztalatból is gyártani, valamint a gép alkalmas egyéb szegmens ellátására is, úgyhogy valószínű, hogy a C-profilok gyártására is fogjuk alkalmazni, vagy akár szelemen gyártásra is fogjuk alkalmazni. Na most ez egy újabb iparág, ami megint ugye a piaci stabilitásunkat hivatott gyakorlatilag biztosítani, és újabb munkaerőt igényel. Jelenleg egy alapvetően, hogy ugye a cég életében vannak nehézségek, de mindig híresek voltunk arról, és ezt bátran merem jelenteni bárkit, ha megkérdeznénk, azt gondolom ugyanezt tudná erről mondani, hogy a legkisebb vásárló is ugyanolyan fontos volt nekünk, mint a legnagyobb vásárló. Ezért nagyon-nagyon nagy a piaci jelenlétünk, akár önkormányzatok tekintetében, akár KKV-s szektorok tekintetében, akár magánszemélyek tekintetében, és a magánszemélyek tekintetében lemehetünk akár az 1000 forintos vásárlóig is, illetve az egész nagy beruházások tekintetében. Sikerült nagy beruházást megnyernünk, amit mi fogunk kivitelezni, és most úgymond, ha lehet így nevezni, ebbe a picit kilátástalan helyzetben ezeket a hónapokat át tudjuk teljes mértékben vészelni.
Horváth Tibor Nagykáló polgármestere arról beszélt, az önkormányzat bevételei számára is fontos, hogy újabb befektetők érkezzenek a város ipari parkjába. Ügyvezető úrral már a kapcsolatunk régebbre nyúlik, napelem kapcsán ismerkedtünk meg, telepítés kapcsán, aztán különösen nagy öröm ebből kifolyólag is. A másik tény pedig az, hogy ez az első olyan üzem, amit már ebben a ciklusban vásárolta a telket, építette meg a csarnokot, helyezte üzemben a benne megvalósítandó gyártást vagy technológiát, és indulhat el a gyár, úgyhogy ilyen tekintetben tényleg az első fecske ő nálunk. Különösen nagy öröm az, hogy ugye valójában április környékén már termelni fognak, innentől kezdve pedig ugye nő a foglalkoztatás, és Nagykállóban pedig ugye az adókat növelheti majd. Miután a kis és közepes vállalkozások kiadásai megnövekedtek az utóbbi időben, a kormányzat számára kiemelt feladat a szektor támogatása. Erről már Szabó Tünde, a régió gazdaságfejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt. A politikus hozzátette, különösen nagy segítséget kaphatnak azok a cégek, amelyek a környezettudatos termelésre összpontosítanak. Nagyon fontos, hogy a következő időszakban is, ahogy ezt megelőzően a KKV szektorra kis, közepes és nagy vállalkozásokat támogassa a magyar kormány, és az is jól látható volt, hogy a Gino Plus programot elsőként indította el Magyarországon, a Magyarország kormánya Európában, ezzel is támogatva a vállalkozásokat, segítve őket, hiszen tudjuk azt, hogy nehézségek itt is vannak ezekben a szektorokban, és a vállalkozások sorra nyújtják be azt az igényét, hogy hogyan lehet támogatásokat biztosítani. Ugye nagyon örülök annak, hogy a Kelet Szolár Kft. Megvalósította azt a tervét, hogy elkezdheti a gyártást, és ősszel voltunk itt a tábla avató ünnepségén az alapkőletételen, és ahhoz képest egy fél év elteltével már itt állunk a gyártó sor mellett, és hamarosan elindul az a gyártás, amely a napelem gyártási technikát fogja tudni segíteni, napelemeket fog tudni gyártani, és nem csak nagy vállalkozásoknak vagy vállalatoknak, hanem akár a lakossági szintnek is. Ez azért is fontos, mert mindannyiunk számára a gazdaságfejlesztés elengedhetetlen, és hogyha nézzük Nyíregyházát és a térségét, ugye most Nagykállóban vagyunk, itt is ipari park épült és fejlődik folyamatosan, ezzel is munkahelyteremtő hatást tudunk elérni, valamint munkahely megtartó hatást, és nekünk az a legfontosabb, hogy a fiatalokat itt tartsuk a térségben, illetve városainkban, ne menjenek el máshol munkát vállalni, ehhez viszont szolgáltatásokat kell biztosítani, munkahelyeket kell teremteni, ehhez viszont a vállalkozásokat kell segíteni. Közel 205 millió forintos támogatást nyert el a Kelet Szolár Kft., de pont ilyen vállalkozásokat szeretnénk a jövőben is támogatni, amely figyel a zöldítésre, a környezettudatosságra, és az energia hálózat hordozókat pedig folyamatosan nekünk is a kormány részéről támogatni kell, hogy ki tudjuk szolgálni úgymond a lakosságot és a vállalkozókat. A társaság folytatja a fejlesztéseket a Nagykállói Ipari Parkban, önerőből egy újabb gyártóüzemet építenek. A beruházásoknak köszönhetően így nagyjából 20 új munkahelyet hoznak létre. Jelentősen átírhatja a hazai építőipar jövőjét az úgynevezett új beruházási és építési kerettörvény. A javaslatot a napokban kezdi tárgyalni majd a parlament, de szakértők véleménye már most megosztik abban, hogy miben segít és miben bonyolítja az ágazat működését a tervezet. Vendégem Végi József, a Vármegyei Építészkamara elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Abban nem vagyok biztos, hogy önök már vármegyék, vagy még megyei területi építészkamara. Ez is egy bonyolult kérdés, mert a mi mechanizmusunkban automatikusan nem lettünk vármegyék attól, hogy átírtuk a megyetáblákat. Nekünk minden évben van egy taggyűlésünk, annak a tiszte, a névváltozás, ez egyfajta névváltozás, úgyhogy tavasszal lesz napi renden, gondolom, hogy túl fogjuk élni ezt a vármegye váltást, és a nevünk attól kezdve majd vármegye változatra fog módosulni, de jelenleg mi megyei területépítészkamara vagyunk.
Ennél sokkal fontosabb kérdés szerintem az, hogy igazából nem is, hanem két jogszabálycsoport van az, ami változik mostanság. Az egyik az, amit a parlament lassan el fog majd kezdeni tárgyalni, ez inkább az állami beruházásokra vonatkozik. Itt is vannak érdekességek, újdonságok, de van egy másik kerettörvény, amely pedig nagyon sok magánberuházásra is és mindenféle építészeti tevékenységre lesz majd hatással. Melyikkel kezdjünk? Melyik az, amelyik a civil szemmel jelenleg fontosabb? Jelenleg a szakmát az úgynevezett építészeti törvény köti le, és ennek folyik most a társadalmasítása, vagy egyszerűbben a minél szélesebb körben történő véleményeztetése. Úgyhogy a napokban, vagy a egy-két hete éppen a megyei kamara elnöksége is véleményezte ezt az anyagot, ezt valahol összegyűjtik országosan, és mint építész kamara országos léptékű véleménye több ilyen részanyag összegyűjtését követően kerül a minisztérium kezébe. Úgyhogy ez van most inkább napi renden, egy kicsit korábban a évvége fele futott a beruházásokkal, főleg az állami beruházásokra kiterjedő, illetve az 50% állami vagy uniós hányadot meghaladó finanszírozású projekteket szabályozó beruházási törvény. Ott a sajtó inkább abból azzal cikkezett, hogy ugye korábban egy-egy beruházásnál nyilván alkalmazni kellett olyan szakértőket, akik a közbeszerzéssel például szakma szerint foglalkoztak, ugye itt most részben az állami lesz, vagy önkormányzati lesz, tehát ez egy speciális kérdés, inkább ez utóbbit vegyük górcső alá. Melyek azok a változások, amelyekre érdemes akár magánemberként is odafigyelni, ami változás lehet, ha minden jól megy, akkor július 1-től. Így van, ez egy fontos dátum, megismétlem inkább, hogy véssük a fejében a tévénézőknek. Tehát július 1-től tervezi a legfrissebb nevén, ugye a Lázár János miniszter által vezetett, és a mi szakmánkban azért mindig üdvözöljük, ha a figyelem valamivel erősebben irányul ránk, tehát nagyon régen nem volt saját minisztérium a szakmának, és most van. És most építés és közlekedési minisztériumnak nevezzük ezt a belünk foglalkozó minisztériumunkat. Tehát az itteni dolgokból akkor néhány dolgot, ami így eszembe jut hirtelen. Az egyik az egyszerű bejelentés eljárás a családi házak építésének világa. Ennek kapcsán eddig a tervezőknek ugyan az elkészült anyagot fel kellett tölteni egy internetes platformra, ahol véleményezte a kormányhivatal, hogy megvan-e minden, de nem szakmailag és nem tartalmilag, hanem darab számra, tehát mondjuk az én praxisomban 30 körüli mellékletet azért sikerül előállítani egy családi ház esetében is, de ha darabra megvan minden, nem mondják azt, hogy valami szakmailag nem jó benne. Ez mindenképpen változik, és az eddigi eljárást, remélem jól idézem, tudomásul vételi eljárás nevet fog kapni július 1-től. Ez azt jelenti, hogy szakmailag is felül fogják vizsgálni a benyújtott anyagokat. Tehát ettől kezdve, akinek most a mai állapot megfelel és rohamléptekkel akar építkezni, akkor húzzon bele, ezt tudom mondani, mert hogy egy kicsit nehezebb, viszont szakmailag azt gondolom igényesebb vagy biztonságosabb irányba halad majd ennek a típusú dolognak a mechanizmusa. Például azt nézik meg, hogy mondjuk egy adott utcaképbe beleillik-e az az építmény, ahova azt tervezik? Igen, az mondjuk eddig is téma volt, bár települése válogatta. Tehát elvileg minden településnek, a kicsiknek és a nagyoknak is beleértve mondjuk Nyíregyházát a mi megyénkbe. Mindenki rendelkezik településkép védelmi rendelettel, amit 3-4 évvel ezelőtt egy ilyen országos lefedettségű, gyakorlatilag mindenki kapott állami támogatást ahhoz, hogy ezeket a rendeleteket, illetve az ezt megalapozó településképi arculati kézikönyvét elkészítesse, és ezek alapján bármelyik településen történik valami, ott majdnem mindenkinél követelmények is társulnak hozzá az úgynevezett településkép védelmi rendeletben, de tudok olyan települést, akinél csak nyilatkozat születik, nem mondom meg, hogy ki, biztos van több is, ami azt arról nyilatkozik, hogy az ő rendeletükbe, mondjuk van rendelet, de nincs semmilyen követelmény megfogalmaz. Ez akkor azért fontos, de mondjuk ezt az építés szakma szerintem nagyjából tudja, tehát nyilván a beruházónak nem ajánl olyan épületet, ami nagyon-nagyon kirína, ami esetleg megakasztaná ezt az eljárást. Melyek a további fontos változások, amelyek
július 1-től életbe léphetnek. Ugyanehhez a témához kapcsolódóan, ha jól emlékszem, kötelező lesz az utóbbi időben, nagyon liberálisan zajlott a családi házak építésének világa, kötelező lesz az építési napló vezetése újra. Ezt a szakma is kritizálta, hogy ezt azért nem kellett volna elengedni, az mégiscsak egy dokumentum, és a történések gyűjteménye, és ha jogi útra terelődik valami, akkor az legalább kapaszkodót jelent mindenkinek, de leginkább az építetőnek. Bár hát mondom azt, hogy mindennek két, az életnek két oldala van, úgyhogy ez mindig bonyolult. És a tervezői művezetés is újraértelmezésre kerül, úgyhogy a tervezőnek és a tervezővel elvileg, de ennek a részletes szabályai még nincsenek az asztalon, de az alapelv az az, hogy a tervező vegyen részt a kivitelezés folyamatába, és néhány alkalommal, vagy ahogy indokolt, ellenőrizze azt, hogy, és ez nem a műszaki ellenőr, ez a tervező, ez egy külön dolog, ellenőrizze, hogy az ő elképzelései szerint valósul-e, vagy halad-e az a munka, és a vége is izgalmas, mert ez se volt eddig. A tervező a kivitelezés végeztével hozzájárulását kell adja ahhoz, tehát nyilatkoznia kell arról, hogy a terveknek megfelelően épült meg az épület. Ez is egy ilyen régi álom volt, aztán 20 éve hallgatom az elégedetlen tervezők szájából, hogy ha ez a kezünkben lenne, akkor sokkal komolyabban mennék a tervező, senkinek nem akar rosszat, de ha egyszer kitaláltunk együtt a megrendelővel valamit, akkor csináljuk már azt végig, és ne a tőlünk okosabbnak látszó, és mondjuk napi szinten a megrendelő bizalmát mégiscsak megdolgozó és kiküzdő, kivitelező mondja már meg, hogy mit hogy tud leegyszerűsíteni, vagy másképp csinálni, mint ahogy a tervező szerette volna. Úgyhogy ez is egy fontos, úgyhogy itt az egyszerű bejelentéshez kapcsolatban elég sok mindent mondtam, azt hiszem. Tehát a tervező záró hozzájárulása is kell a használatba vételni. Túl sok időnk nincsen, meg nyilván nem mindenki építés szakember, aki a televízióban most a beszélgetésünket nézi, de melyik azok a csomópontok, egy-kettő, amiben vita van, ami lehet, hogy nem úgy jó, ahogy a beterjesztő, tehát a minisztérium gondolja, amiben esetleg lehetne változtatni? Az kamaránk elnöksége többféle szakemberből áll. Szerencsénkre van egy olyan etikai bizottság vezetőnk, aki jogász és építész diplomával is rendelkezik, és ő csinált egy olyan elmélyült néhány oldalnyi elemzést, aminek az egyik vezérelve az, hogy egyrészt kevés időt kaptunk ennek a nagy horderejű, széleskörű dolognak az előkészítésére, másrészt pedig a végrehajtáshoz szükséges végrehajtási rendeletek, remélem jól mondom a terminológiát. Tehát magyarul a most köröztetett anyag az egy 69 oldalas, az alapvetéseket olvasmányos formában tartalmazó anyag, ami valóban jobb, mint egy paragrafusokból, meg alpontokból álló töménytelen sok mindent olvasni, az nagyon hálátlan dolog ilyesféléket tömegével. Tehát ez a 69 oldalas anyag, ez egy olvasmányos valami. Ettől függetlenül a konkrét szövegezés majd a törvénybe fog megtörténni. Nyilván annak is eljön az ideje, amikor ez is valamilyen szintig még közkincsé lesz téve, de aztán még a törvények mögött is úgynevezett végrehajtási rendeletek szoktak lenni, amik tovább pontosítanak olyan dolgokat, amit már a törvénybe se fér bele, vagy ami a sorok közt van, vagy nem tudom hol, és ezt erőteljesen hiányoltuk, hogy a végrehajtási rendeletekre és azoknak a véleményezésére egyrészt, hogy nincsenek, az is baj, de az, hogy ezekre végképp nem lesz idő, hogy ezeket még véleményeztesse a kormány, ez szinte biztos. Hát ez lenne a legfontosabb, hogy lehetne nem július 1-től, hanem kicsit később. Hát most úgy tűnik, hogy egyébként az élet ezt kikényszerítheti, mert szerintem egész Magyarország, vagy legalábbis a megszólítottak jelentős része megmozdult, és ettől kezdve valószínűleg töménytelen reakciót sikerül begyűjteni a kormányzatnak, és azt azért elég lesz áttekinteni, meg szintetizálni, illetve abból kiemelni azt, amit tényleg érdemes hasznosítani. Elnök úr, akkor szerintem térjünk majd még a későbbiekben vissza erre a témára, most ennyi fért az adásba, de amikor majd kicsit közelebb beszélünk a megoldáshoz, akkor újra szívesen látjuk Önt vendégül a 35 perc stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy vendégül. Nagyon szívesen jövök legközelebb, és köszönöm szépen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.